Ügyvédje társaságában érkezett a központi nyomozó főügyészségre Mennyi Roland fideszes képviselő még októberben. Az ügyészség szerint 5 millió forint kenőpénzt kapott két tiszaújvárosi vállalkozótól azért, hogy elintézze, nyerhessenek egy 500 millió forintos uniós pályázaton. Az 500 milliós pályázati összeg nagy részét maguk között osztották volna el. Ön szerint a Voldemort nagyúr elnevezés az honnan jött? Ötletem sincs. A Mennyi ügyet lehallgatási jegyzőkönyvek alapján a 168 óra írta meg még tavaly. Információik szerint a képviselő a találkozókon a Harry Potter főgonoszának nevén Voldemort nagyúrnak szólítatta magát. Alap jegyzőkönyvekre hivatkozva írta, két tiszaújvárosi vállalkozó szociális szövetkezetekre akart uniós forrást nyerni, egy ismerősük kötötte őket össze Mennyi Rolanddal. A támogatásnak először a felét, majd a 90%-át kérték volna vissza. A segítségért pedig 2x5 millió forint úgynevezett alkotmányos költséget kért a fideszes képviselő. A pályázatot végül nem írták ki. A képviselő végig tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Nem kértem, nem vettem át pénzt. Viszont mivel folyamatban lévő ügy, kérem minden más kérdésben most már akkor forduljanak a jogi képviselőmhez. Az ügyészség a héten iratismertetéssel befejezte a nyomozást, innentől kezdve legfeljebb 2 hónapja van arra, hogy döntsön a vádemelésről vagy a nyomozás megszüntetéséről. A központi nyomozó főügyészség adatai szerint a gyanúsításban közöltek teljes mértékben megállnak. Az, hogy ezt követően az eljárás hogyan alakul, az majd a későbbiekben fog csak kiderülni. Úgy tudjuk, hogy az ügyészség az ügy mind a 7 gyanúsítottja esetében vádemelési javaslatot tesz majd. Mennyi Roland jogi képviselője azt mondta, még nem olvasta végig az iratokat, de ő úgy gondolja, nem fognak vádat emelni a védence ellen. Amit iratokat ismerek, és amit hallottam a védencemtől, az alapján úgy érzem, hogy nem áll meg a vád, vagy nem alapos, hogy itt vádemelés történjen. Ha a vádat emel az ügyészség, még hónapokat kell várni, hogy az ügybíróság elé kerüljön. Ha Mennyi Rolandot bűnösnek találnák, akár 15 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.